A szavazás érvényes és eredményes volt. Megválasztotta a parlament Magyarország új köztársasági elnökét. A 139 érvényes voks közül Sulyog Tamás 134 támogató szavazatot kapott. Öten nemmel szavaztak, heten érvénytelenül voksoltak. Sulyog Tamás ezzel Magyarország hetedik köztársasági elnöke lett. A DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd frakciója nem vett részt a titkos választási procedúrában. Az Alkotmánybíróság elnöke a kormánypártok jelöltje volt a posztra. Az ellenzéki frakciók önállóan nem tudtak, közösen pedig nem állítottak jelöltet. A megválasztásáról szóló házelnöki bejelentés után Sulyog Tamás letette államfői esküjét. Én dr. Sulyog Tamás fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. A köztársasági elnöki tisztséget a magyar nemzet javára gyakorlom, Isten engem úgy segéljen. Sulyog Tamás az országgyűlésben arról beszélt, hogy köztársasági elnökként bizalmat szeretne építeni az előítéletektől mentes kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Azt tudom ígérni, hogy a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fogok munkálkodni. Ügyvédként és alkotmánybíróként egyaránt a bizalom volt minden napjaim alapja. Államunk, nemzetünk létének is alapfeltétele a kölcsönös bizalom, az egyének és társadalmi csoportok között egyaránt. A kormányzás, a gazdaság, az üzleti élet, de a baráti kapcsolatrendszer is összeomlik bizalom nélkül. Az előítélettől mentes, kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja. A megválasztott köztársasági elnök beszédében kitért arra is, hivatalában a nemzet egységét szeretné szolgálni. A nehézségekkel küzdők az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy magukról gondoskodni nem képesek. A szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra. Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi magyarok egy több mint ezer éves történelemmel bíró, büszke, európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, és mindezt meggyőződésből, érzelmektől vezérelve, s humorral átszőve vagyunk képesek megtenni. Székesfehérvár nevében a város polgármestere gratulált a megválasztott köztársasági elnöknek. Levelében a nemes szolgálathoz erőt kívánva elevenítette fel azt a gesztust, amikor 2022-ben az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóját az államalapító városában, Székesfehérváron az Alkotmánybírósággal közösen ünnepelhették. Sulyog Tamás köztársasági elnök hivatalosan március 5-től töltheti be az államfői tisztséget.